Valaki megkérdezte, mi az, hogy hit? Először csodálkoztam, aztán rájöttem, igaza van. Ez nem olyan világos a mai ember számára. Lenne egy szabványválasz hit alakban, a profétákban, a könyvekben, de ezt ma úgyse értenék meg. Már pedig Allah előírta, hogy érthető módon tegyük elérhetővé a közlést, és megtanította az embert a közlésre. Világunk két részből áll, amit látsz, álemer siháda, a látható világ, és amit nem látsz, az ismeretlen világ, az álemel a reib. Az ismert, az ismert látható világnak vannak olyan összefüggései, amit az emberek felfedeztek, és amelyet megértenek az adott idő logikája szerint, és ezt hívják racionalitásnak. Na de ne sértődj meg, Magamra is vonatkoztatom, az emberi agy ekkora, sőt még pici, kisebb. És ebbe a kicsi agyban nem fér bele minden, ami a világon van. Márpedig a világ nem csak az eb ebben a tartományban zajlik, hanem abban is, amit nem látsz. Ami végtelen, ugye ezt tudod? Tehát a láthatatlan téren is. És ennek is, meg annak is vannak szabályszerűségei, amit mi. A, erről úgy nyilatkozunk, hogy ezt Allah állította elő, a teremtő áll. Tehát ő nem csak létrehozta, hanem a szabályszerűségeit is adta. És ezt vagy felfedézi az ember, és akkor jól jár, de akkor jár legjobban, ha nem csak felfedezi, hanem rá is hagyatkozik és beilleszkedik. És ez a hit tudósok feladasta, hogy ebbe az irányba tereljék az emberi értést. Na de, akinek úgymond csak a racionális térben fog az agya, annak fogalma sincs, és felfoghatatlan számára, hogy mi az, hogy láthatatlan tér, meg ismeretlen világ, és hogy hogy van az, hogy ott is vannak szabályszerűségek, hogy van az, hogy ott van teremtő. pedig ez az a tér, amiben mi hívők hiszünk, és mi azt mondjuk, hogy ez a parányi agy, ami nekünk is van, meg nektek, meg mindenkinek, ez nem képes mindent felfogni, és az sem mindig helyes, amit úgymond a tudomány számotokra elérhetővé tesz, hiszen az a tudomány is mindig változik, ugye? ami 200 évvel ezelőtt az volt, ma már más, és lehet, hogy 200 év múlva gyerekesnek tűnik mindaz, ahogy ma a szemléleteket előadjuk. Márpedig ezeket a szemléleteket tudományos centrumok, egyetemek, Cambridge, Oxford, Stanford, Lomonosov, NASA adják számodra ehetővé. Tehát ők, amit elhetővé tesznek számodra, az az, hogy hogy értsd a világot, perma, ott, ahol élsz. Ezt egy hívő részben elfogadja, mert azt mondja, hogy biztos beletrafál pár dologba, olyan dolgokba, ami Allah szabályszerűségeivel egybevág, de nagyon sok mindent nem lát, tehát vak. És a hívő ezt a vak részt is elfogadja, hogy létezik, működik, és ennek a szabályszerűségeit Allah elérhetővé tette. Ezek a könyvek, egyebek a rendszerek, amit te vallások néven ismersz. És amit elkövetett a világi tudós réteg, hogy csak az a szemlélet és senki más, és cívódás egymás között, és vitatkoznak a tudósok, sajnos a mi területünkre is begyűrűzött. Wa ateinahum min minel amri, Megadtuk nekik a bizonyságokat, már a tudósoknak, de a hit tudósoknak is. Fama ahtalafu illamin Nem különböztek össze, csak miután eljött hozzájuk a tudás, irigykedve egymás között. Ugye tudjuk, hogy a tudósok azok, hogy irigykednek egymás között. A hit világában is, amit mi vallási tudósoknak teve ugyanezt történik. Most a hívő az ebből ki kell, hogy emelkedjen, és látnia kell azt, hogy akár ez a terület, akár az a terület, a hit az ennél hatalmasabb. Az ember, legyen az még ennek a tudománynak, hit tudománynak a művelője, nem látja át. Csak bepillantásokat enged Allah. <coughs> nem fogják át az emberek az ő tudását, egyáltalán csak azt, amit ő akart. Hát néha fellebbenti a fájtlat, és betekinthet az ember. És aki ezt a betekintés élményét átélte, az ebben a hitben be meggyökerezik. És látja, hogy micsoda összefüggésrendszer van. Igen, ám, de sajnos pont a hit tudósok azok, akik utána ezt. Ö, privatizálják ezt a betekintést, és azt mondják, hogy na várjál, csak te ne tekints be, majd én elmondom, hogy mit láttam, és az, lesz az a vallás, ahogy én látom. És megkövetelik utána, hogy automatikusan a népek őt tegyék meg Istenné, és elfelejtsék azt az Istent, aki fellebbentette a fájtlat. Wattahazu ahbárahum, waruhbánahum, arbában, mindaun, Allah és lelkészeiket, szerzeteseiket, urukká tették meg maguk fölött, már a népek Allahon kívül. Ez lett a cél. Na most egy ilyen világban élsz, ahol látsz vallásokat, templomokat, mecseteket, bármi más szent helyeket, látsz tudományos szent, centrumokat, akármiket, és egy nagy zűrzavart, káoszt itt és káoszt ott is. A hívő, és a hit tulajdonosa az, aki ebből ki tud emelkedni. És aki nem vész el ezekbe az emberi baromságokba. Mert maga a hívő is egy egyéniség, és ne azt hidd, amit én mondt Abdurrahman, a sejk mond, mert lehet, hogy ez is egy szubjektív megélés, de alakítsd ki a sajátodat. Nekem ez a receptem, nekem ez bejött, ha neked is meg lesz a sajátodat, be fog jönni. Van, aki az értelemre alapoz, amit felfog, és logikai rendszerére. Ilyenek voltak a Muátazaliták a középkorban, mindjárt az iszlám kezdetén, az iszlám már Muhammad szellem halála után következő időszakban, akik azt fogadták el, amit a kor filozófiai irányzatai, elismertek, be tudtak illeszteni a görög-római pláton és rendszerekbe. Vannak olyanok, akik érzelmi alapon hisznek, amit az ő szívük érzelmeik elfogad. De vannak olyanok, akik a szabályszerűségek alapján. Olyan szabályszerűséget, amit nem ember ad, nem emberi egyenletek szabályszerűségei, hanem amit Isten ad. És ezek a szabályszerűségek a különböző szent vannak jelen. Ezeket a szabályszerűségeket nevezzük mi sárjának. Tehát van judaizmus sárjája, keresztény sárjája, iszlám sárjája, minden. A hitünk egy, de ezek a sárják visznek minket az egy cél, a csúcs felé, hogy megközelítsük Allah igazságát. Hogyha ezek doktrinák mind a hit irányába mutatnának, akkor egység lenne. De akkor, hogyha eltudományoskodjuk, akkor a mi tudósaink csak az összeveszésben lennének kitűnő társaság. És látjuk is, hogy a korunk néha arra törekszik, hogy minél több összeveszés legyen a tudós, a hit tudományok területén, hogy érjük el ugyanazt, amit a világi tudományok, és sose legyen egyetértés. Ebből emelkedj ki, és akkor hívő leszel. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.